Sotvadkertváros önkormányzata példamutató emberi magatartásáért a köztiszteletben álló Zsikláné Szarka Judit részére a Proszkóle kitüntető címet adományozza, és egyhavi bruttó illetményének megfelelő pénzjutalomban részesíti a helyi általános iskola pedagógusaként, hivatástudattal végzett oktató, nevelő munkája elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából. Zsikláné Szarka Judit. 1975. augusztus 16-án képesítés nélküli tanítóként kezdett el dolgozni a Soltvadkerti Kossuth Lajos általános iskolában, és itt fejezte be pedagógusi pályafutását 40 évi szolgálat után 2015-ben. 1979-ben szerzett tanítói diplomát a Bajai Tanítóképző Főiskolán. Az elmúlt 4 évtizedben hittel vallotta, hogy a pedagógus lámpás, mely utat mutat, és ő személyiségével, emberségével, akaraterejével példát mutatott kollégáinak és a gyermekeknek egyaránt. Az osztályközösségében mindig figyelmet fordított a tehetségek felkarolására. A szülők nagy bizalommal fordultak felé, hiszen tudták és érezték, hogy gyermekük olyan pedagógus kezében van, aki szakmailag és emberileg is a legjobbat adja gyermeküknek. Nem csak a tanteremben végzett példaértékű munkát, hanem az iskola szintű programokban is kiemelkedő szerepe volt. Az alsós munkaközösség élén összefogta az alsós pedagógusok munkáját, segítőkezet nyújtott a fiatal kollégáknak, mentorálta a pályakezdő pedagógusokat. Megértő, a gyermekek érdekeit szolgáló készséges munkájára biztosan támaszkodhattak tanítványai és kollégái is. Szemlélete szerint nem tananyagot kell tanítani, hanem a gyereket. Elsődleges feladatának tekintette, hogy megtalálja a gyerekek szívéhez az utat, majd minél játékosabb formában felfedeztetni velük, s minél színesebben begyakoroltatni a tanulandó anyagrészt, a kooperatív tanulás és a drámapedagógia módszereivel. Kreatív, sokoldalú egyéniség számtalan ötlettel, amelyeket céltudatosan és rendíthetetlenül megvalósított. Kitűnő pedagógiai érzékkel, önzetlenül, hozzáértéssel, őszintességgel és végtelen türelemmel oktatott és nevelt tanulót, szülőt és kollégát egyaránt. Nála nem volt bezárt ajtó, tanítás után sem. Mindig, mindenhol jelen volt és van, ahol az iskoláért, a pedagógia színvonal emeléséért, a szakmán belüli megújulásáért valamit tenni lehet. Igazi közösségi ember, tartalékai kifogyhatatlanok, és ezzel környezetének is újból és újból erőt, lendületet ad. Tanítványainak az adott kornak megfelelő drámapedagógiai módszerrel ismertette meg a táncvilágát is, a mozgásélményét és szeretetét. Foglalkozásain a gyerekek megtanulták, hogyan kell csapatban együttműködni, és a jókedvű, egészséges mozgás mellett az önbizalmukat is megerősítette. Legfőbb célja volt, hogy a gyermekeket rávezesse a néptánc és népi kultúránk szeretetére, hogy a jövő nemzedék is megőrizze és tisztelje azt. A város közéletének is tevékeny részese. 2010-től a Köznevelési Kulturális Egészségügyi és Sportbizottság külsős tagja, és hosszú évek óta a Szüreti Fesztivál szervezőbizottságának oszlopos tagja. 2006-ban Soltvadkertvárosért kitüntető oklevéllel ismerte el a város áldozatos közösségi munkáját. Gratulálunk! Én azt gondolom, hogy Terike mindent elmondott, amit elmondhatott rólam, úgyhogy én csak annyit szeretnék mondani, és ezt most mondta, hogy mindenkit nevelek. Egy utolsó nevelési célzattal, hogy a jelenben úgy kell élni, hogy tiszteljük a múltat, akkor lesz jövőnk, a kis unokánk, igen,
És egyetlen egy mondatot szeretnék még mondani, hogy, és ezt nagyon-nagyon a mottom nekem, és ezt minden soltat kertének a szívére helyezem, hogy a földünket az nem a nagyapáinktól örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön, és így vigyázzunk rá, mindannyian. Köszönöm szépen!